Az enyhe időjárás kedvez a kivitelezőknek, jó ütemben halad a Dunakapu tér építése. Az itt készülő mélygarázsban 265 autó parkolhat majd, de a közelben további 300 új parkolót is kialakítanak még ebben az évben. A polgármester szerint az önkormányzat mindent megtesz a belvárosi parkolási gondok enyhítése érdekében. Igyekszünk olyan intézkedéseket tenni, olyan fejlesztéseket végrehajtani, amivel tudjuk bővíteni a parkoló repertoárunkat. Ezért is fontos dolog az, hogy most mintegy 300 felszíni parkolóval tudott bővülni a belváros, és ehhez, hogyha hozzáteszünk a Dunakapu térnek a fejlesztését, ami további 260 parkolóról szól, én azt gondolom nem is teljes mértékben, de részben meg tudja oldani annak a városrész a parkolási gondjait. Az alsó rakparti út árvízvédelmi fala mentén 30, a hittudományi főiskola alatt 50, míg a Széchenyi híd lábánál közel 200 új parkolóhelyet alakítanak ki, az új parkoló kivitelezője pedig a Győrszól. Borkai Zsolt szerint a belvárosi parkolók bővítése egy tudatos koncepció alapján valósul meg, hiszen egyre többen érkeznek autóval a belvárosba, emiatt pedig egyre nehezebb ott parkolóhelyet találni. Már régóta a szakemberekkel egyeztettünk, és nézzük azt, hogy a belváros területén hol lehet újabb felszíni parkolókat, parkolóházakat építeni, vagy még garázsokat építeni. Úgy látjuk most, hogy ez az első ütemben egy nagyobb nekifutás lesz, ezután pedig a koncepció mentén keressük azokat a lehetőségeket és a legfontosabb helyeket, ahol be kell avatkozni és újabb parkolókat kell létrehozni. Mindeközben a Dunakapu téren javában zajlik a munka, most a földet termelik ki 6 méter mélységben, ezután kezdődik a mélygarázs alsó szintjeinek szerkezetépítése. A másik oldalon már szerkezet kész a nyilvános WC-t és a trafót magába foglaló épület, itt hamarosan szakipari munkák kezdődnek. Hamarosan újra itt tapsolhatunk, ezt hirdeti a Molino, és valóban az enyhe időjárás kedvezett a Dunakapu téren dolgozó szakembereknek. Ha így megy tovább, akkor idén őszre el is készülhet a 3,8 milliárd forintos fejlesztés. A Győr Plusz iradójában Zombai Kovács Ákos tudósítását látták.